Köszönjük szépen a verset! Ugye elején elmondtam, hogy maga az éhezés egy jelkép, és azzal, hogy ezt az éhezést befejeztük, és néhány pogácsát, csokoládét magunkhoz vettük, az éhezést Magyarországon eltöröltük. Az éhezés még valamit kifejezett, és azt gondolom, hogy ezeknek a mocskoknak ezt most jó észbe kell vésni. Az éhezés kifejezte azt is, hogy itt olyan emberek élnek ebben az országban, akik nem félnek adni az életüket. Ha eljön az idő, akkor nem félünk attól, hogy elveszítjük azt. Nem félünk attól, hogy valami bajunk lesz. Mert az, amiről itt a versben is hallottunk, a magyarság, az, hogy magyarok vagyunk, amiről olyan sokszor beszélünk, hogy a gyerekeinknek legyen jövője, az mindent felülír. Felülírja a saját egészségünket, felülírja azt is, hogy adott esetben ne a saját életünk legyen a legfontosabb, hanem Magyarország léte. És ha jól megnézitek, még hétfőn a kezdésnél volt néhány fősodratúnak nevezett média. A mocskok. Megpróbálták bemocskolni a mozgalmunkat. Megpróbálták bemocskolni azt, amit itt teszünk. Csak nem sikerült nekik. Nem sikerült nekik, mert ti és mások is, akik szimpatizálnak velünk, rendesen leoltották őket. Minket már nem tudnak lejáratni. Jobb is, hogy most nincsenek itt. Már tudták, hogy mi fog történni. A mi médiánk azok, akik most itt vannak. Azok a médiák, akiket nem befolyásol a hatalom. Azok, akik szívük szerint teszik, amit tesznek. Azt forgatják le, és azt mutatják be az embereknek, ami a valóság. Mindegyikükkel már vannak jó tapasztalataink. Mindegyikük kiáll a magyarságért. Kiáll a törekvéseinkért. Kiáll azért, hogy ne hagyjuk magunkat megosztani. Hát én azt gondolom, tapsoljuk meg őket, és hívjuk minden alkalommal.